Egy fideszes képviselőről kiderült, hogy több éven keresztül folyamatosan verte a feleségét. Én azt kérem Orbán Viktortól, azt követelem Orbán Viktortól, hogyha már a képviselőnek nem volt annyi esze, hogy azonnal lemondjon minden tisztségéről és távozzon a közéletből, akkor Orbán Viktor kényszerítse ezt a fideszes képviselőt, hogy tűnjön el a közéletből. Ezt mondom úgy is, mint pártelnök, de mondom is úgy, mint férj. Szimbolikus jelentősége van, hogy egy napon ünnepeljük a munka ünnepét és Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 9. évfordulóját. Ez pontosan kifejezi baloldali értékválasztásunkat is. A munka, a dolgozó ember megbecsülését, jogainak védelmét és a nyugatos, modern, demokratikus Magyarország melletti szilárd elkötelezettségünket. Ma, május 1-én újra megerősítjük, hogy ezekből az értékekből soha semmilyen körülmények között nem engedünk. Nem engedünk, hiszen történelmi példák és napjaink tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az országokban élnek jól az emberek, ahol ez a két érték együtt érvényesül. És hogy egy kicsit távolabbra nézzünk, azt látjuk, hogy ahol a demokratikus rend uralkodik, ahol a hatalom ellenőrizhető, ahol működik a társadalmi párbeszéd, ahol garantálják és tiszteletben tartják a dolgozók jogait, ahol az állam következetesen biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, ott bizony a gazdasági válságot gyorsabban, sikeresebben kezelték, és hamarabb tudtak kilábalni belőle. Orbán azért Európa ellenes, mert pontosan tudja, hogy az ő értékvilága összeférhetetlen Európa értékeivel. Ezért inkább megtagadja Szent István örökségét, nyugati civilizációs értékeinket, és ezáltal a magyar emberek érdekét is. Mert Orbán centrális erőterében hangyányit sem számítanak az egyszerű emberek. A szavak szintjén persze magasztalja, de igazából lenézi azokat, akik az ország erejét adják. A munkásokat, az alkalmazottakat, a szegényeket. Azokat, akik ma minden erőfeszítésük ellenére a legnagyobb igazságtalanságokat kénytelenek elszenvedni nap mint nap. Orbán munkahelyek helyett szegénységet és kilátástalanságot teremtett csak. Szlovákia, Lengyelország, Románia átlagosan 2-3%-kal növekszik, miközben a mi gazdaságunk, a magyar gazdaság majd 2%-kal csökken. Ugyanabban a régióban élünk, ugyanúgy dolgozunk, mégis lemaradunk. És tisztelt hölgyeim és uraim, ennek egyetlen egy oka van. Ez az ok pedig az, hogy Orbán Viktor rosszabbul teljesít. Kormányának hozzá nem értése és határtalan arroganciája a kudarc garanciája. De nem csak tehetségtelenségről van szó, hanem aljas szándékról is. Hiszen mohón elveszik azt, ami csak megtetszik neki. Simicska Lajos és Nyerges Zsolt kezére játszották az állami megrendeléseket. Az emberek megszállták a minisztériumokat, az állami pénzosztóhelyeket, és intézményes módon nyúlnak le milliárdokat. Mára már világos, Orbán nem a közérdeket szolgálja, hanem a közgép érdekeit képviseli. Na meg persze a fideszes klientúra mohóságát elégítik én nap mint nap. Rátették a kezüket az állami földekre is, több százezer gazdától veszik el a megélhetést, és teszik tönkre a magyar vidéket. Fideszes politikusok, családtagjaik, titkárnőik, és nem vicc, műkörmöseik ütik ki a gazdákat a pályázatokon. És most már rátették a kezüket a kis trafikokra is. Újraosztották az évi 500 milliárdos dohánypiacot, 40 ezer magyar családnak vették el a megélhetését, hogy fideszes képviselőknek, családtagjaiknak és gazdasági klientúrájuknak adják azt. Sőt, még utólag törvényileg megháromszorozták a profitjukat is. Úgy látszik, ma már nem csak Simicskát kell pénzzel tömni, hanem a helyi korrupt fideszes kiskirályokat is.
S tisztelt hölgyeim és uraim, ne kerteljünk! Ez a kormány egy úton álló tolvaj kormány. Mindaz, amiről az imént beszéltem, ez, ahogy mondtam, egy ember felelőssége. És mi, MSZP-sek, számon fogjuk rajta kérni ezt a felelőtlenséget. Számon kérünk minden tönkretett évet. Számon kérjük minden éhesen iskolába induló gyerek sírását. Számon kérjük 4 millió ember nyomorát. Számon kérjük az egyetemekről pénz miatt kimaradt diákok álmait. Számon kérjük a kisemmiződ gazdák és vállalkozók kétségbeesését. Számon kérjük az ellátás nélkül maradt rokkantnyugdíjasok tragédiáját. Számon kérünk minden ellopott forintot, minden elvesztett munkahelyet. És számon kérünk minden tisztességtelen elbocsátást, hamis vádat és hazugságot. És tisztelt hölgyeim és uraim, számon kérünk minden gúnyos, lenőző mosolyt, minden betiltott szót és minden megfélemlítést is. És tisztelt hölgyeim és uraim, számon kérjük, hogy nem csak a szabadságtól, a biztonságtól és a jóléttől fosztanak meg minket, hanem annak reményét is elveszik, hogy holnap a holnap jobb lehet, mint a ma. Ezért kell, és ezért fogjuk leváltani Orbán Viktor hazugságra, megfélemlítésre és korrupcióra épülő rendszerét. De azzal, hogy Orbán Viktort megbuktattuk, feladataink még nem értek véget. Atomjaira kell zúzni az orbáni centrális erőteret, majd egy új rendszert kell felépíteni, amely egy új, igazságos Magyarország lesz. Az építkezéshez pedig 3 dolog kell. Kell egy jó terv, hogy milyen legyen az új otthonunk. Kell a jó alapozás, hogy mindezt mire építhetjük, és kellenek erős akaratú, határozott és elszánt emberek, akik végigviszik mindazt, amit elterveztek. Azaz világos vízió, megvalósítható program, és az ezért tenni akaró emberek mindennapi munkája kell. Ez Magyarország sikerének a kulcsa. De hölgyeim és uraim, először meg kell abban állapodjunk, hogy milyen legyen ez az új Magyarország, és ehhez pedig egy új közmegegyezésre lesz szükség. Mi, baloldaliak, egy igazságos Magyarországban hiszünk. Olyan országot akarunk, ahol a gazdaság, a növekedés mindannyiunk jólétét szolgálja, és nem csak a kiváltságos kevesekét. Ahol tiszta és kiszámítható viszonyok uralkodnak, és a jog mindenkit megillet. Olyan Magyarországot akarunk, ahol az egyre nagyobb fejlődés egyre nagyobb szabadságot teremt minden magyar ember számára. Mert kérem, egy igazságos országban mindenkinek van biztos jövője. Erős demokráciát is kell teremtenünk, hogy soha többé ne fordulhasson elő az, hogy bármely kormány vagy bármely hatalom támadást intézhessen szabadságunk ellen. Hogy többé soha ne fordulhasson elő, hogy rólunk döntenek nélkülünk. Ennek a demokráciának, kedves barátaim, együtt kell járnia a demokratikus renddel is. Mert a demokrácia nem egyenlő a rendetlenséggel, a tehetetlenséggel, a törvénysértések és jogtalanságok eltűrésével, a következmény nélküliséggel. Mi, baloldaliak, nem bezárni, hanem kinyitni akarjuk Magyarországot. Mert a sokszínűség és a különbözőség nem gyengíti, hanem erősíti ezt az országot. Ez pusztán a kormányváltástól egy csapásra nem lesz nagyobb a jólét. Nem is ezt ígérem. De azt igenis ígérhetem, hogy a választás másnapjától több lesz a kormányban a tehetség és a szakértelem, hogy megállítsa a visszaesést és megalapozza mindannyiunk gyarapodását. És minél többen jönnek velünk, annál több lesz az esély, hogy mindez valósággá is váljon. Mert a nagy változáshoz, a rendszerváltozáshoz erős többség kell. És most, tisztelt hölgyeim és uraim, történelmi felelősségünk, hogy megteremtsük ezt az erős többséget. Meggyőződésem, hogyha az értékeinkben és a céljainkban osztozunk, akkor megegyezünk az elérésük és megvalósításuk módjában is. Sem politikai, sem technikai akadálya nem lehet annak, hogy a kormányváltó többségből erős, új rendszerváltó egység legyen.
Ezért javasoltam néhány nappal ezelőtt Bajnai Gordonnak, hogy tegyünk egy nagy lépést az ellenzéki összefogás irányába. A tovább lépés módjában és az együttműködés alapelveiben szombaton megállapodtunk. Egyetértettünk abban, hogy az Orbán rendszer leváltása nemzeti érdek. És abban hiszünk, hogy az ellenzéki összefogás a választási győzelem előfeltétele. Ezért abban maradtunk, tisztelt hölgyeim és uraim, négy pontba fogalmaztuk meg a megállapodást. Az első, hogy 2014-ben egy közös demokratikus jelölt kell, hogy szemben álljon a Fidesszel. Kettő. Az addig hátralévő időközi választásokon egyeztetett módon történik a jelöltállítás és a kampány. Három. Közös felelősségünk, hogy politikai akcióink ne gyengítsék az összefogásban érintett partnereket. És négy. A szervezetfejlesztés, taktoborzás, a jelöltek kiválasztása nem egymás rovására történik. Tisztelt hölgyeim és uraim, én ennek szellemében az MSZP megyei elnökeinek már is feladatul szabtam, hogy a 106 választási körzet mindegyikében vizsgálják meg, hogy hol és miben van lehetőség a kormányváltó erők helyi együttműködésére. De tisztelt hölgyeim és uraim, szombaton az első lépést megtettük. Most pedig azt javaslom, hogy tegyük meg a második lépést is. Én megküldöm a mai nap ezt a négy pontos nyilatkozatot a többi demokratikus és együttműködésre hajlandó pártnak. A demokratikus koalíciónak, az MSZDP-nek, a SZEM-nek és a liberálisok pártjának. És arra kérem őket, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a megállapodáshoz. Hiszen tisztelt hölgyeim és uraim, ha közös értékeink összekötnek bennünket, akkor ezt ki is kell nyilvánítanunk. Hiszem, hogy mindez újabb jelentős lépés lesz azon az úton, amelynek a végén, ahogy Csaba is mondta, 389 nap múlva leváltjuk az Orbán kormányt, lebontjuk az Orbán rendszert, és elkezdjük felépíteni az új és igazságos Magyarországot.